Ilyen módon ezt alkalmazták, ezt a lehetőséget, és ezúttal azt tudnám mondani, hogy az egyház egy nagyon fontos megtartó erő, mind a református egyház. Küzdelem, gondolom én, hogy ott is maradjanak, és hogy azért maradjon még valaki a településen, mert gondolom azért ez a 4%, ez egyre inkább csökken, hiszen nagyon sokan valószínűleg, pláne a fiatalok közül egy általános tapasztalat, inkább elmennek és máshol keresnek boldogulást, érthető módon hozzáteszem. Igen, nem csak a szűk értelembe vett szakmai. X-Marketing igazgatója, köszöntöm. Hát megújul. Mert nem csak a 120 kézműves kiállítóval találkozhatunk, és kóstolhatunk, és vásárolhatunk. Ugye a ötödik alkalom, akkor az azt jelenti, hogy minden évben törikán hallott. Pontosan, hát a Magyar Ízek Kereskedelmi Szövetség ugye azt tűzte ki célul, hogy minden eszközzel és fórummal de például főzelékekből kóstolhatunk tejszínes cékla főzeléket, amit malac császáról fogunk. Hát hogy látják, van arra esély, hogy ezek van mondhatni egészséges, mert úgy meg ott készítik, akkor valószínűleg ezek egészségesebb, meg ugye kéhesek a hétvégén, március 8-tól 10-ig. Köszönöm. Viszontlátásra.